Folytatódnak a városrészi szűrőnapok Székesfehérváron. Ezúttal október 19-én szombaton a 14-es választókörzetbe várják azokat, akik számára fontos a prevenció és az egészségmegőrzés. Östör Anna Mária a programsorozat sajtótájékoztatóján egyebek mellett az elsődleges célokról beszélt tegyünk mi is az egészségünkért. A, mi is felelősséggel tartozunk ezért, nem tudjuk ezt mástól várni. Nekünk kell az egészséges életmód irányába elhaladni, sportolni, és részt venni bizonyos szűrővizsgálatokon, amik segíthetnek egyes tünetek nélküli betegségeket felfedezni. Békési Ferencné a városrész önkormányzati képviselője hangsúlyozta, hogy a 14-es választókörzet lakóit várják a vizsgálatokra, tehát a Köfém lakótelepen, a Búrtelepen, Börgöndön és a Ráczhegyen élőket. Nagyon fontosnak tartom, hiszen a megelőzés mindenféleképpen segít az egészséges életmódba. Itt szakemberek fognak vizsgálni bennünket, és elküldenek szakrendelőbe, ha valami probléma van. Nagyon sok területen fognak vizsgálódni, úgyhogy érdemes lenne eljönni. A résztvevőket az egészségnapon állapotfelmérés, kardiológiai vizsgálat, bőrgyógyászati tanácsadás, csontsűrűségmérés, boka-karindex meghatározás és dietetikai tanácsadás is várja. Az aktív korúakat várjuk. Elsősorban azért, mert ez egy szombati nap, amikor nem kell szabadságot kivenni azért, hogy valaki elmehessen egy vérvételre vagy egy bőrgyógyászati vizsgálatra, és nem egy egész napos tortúra. A szűréseken való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre október 14-én hétfő reggel 8 és délután 4 óra között lesz lehetőség a képernyőn látható telefonszámon.